kérdés, amit főleg a fény, meg aztán a törmelékpakolás kapcsán is, meg engem amúgy is nagyon foglalkoztat ez a 90 napos elvonulás. Az engem is, te, már egy jó gyere, ideje. Gyere, az egy lehet foglal. Holnap utántól már úgy fog foglalkoztatni, de mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? Hát igazándiból azért kérdezem, hogy ha itt elhangzik, akkor meg a ti barátságotok, hogy hát ha közelebb kerülünk hozzá, hogy mi is, akik a Sivananda úton járunk, valami hasonló lapátolásban, mert amúgy is egy nagyon jó lapátolós útunk van. Tehát én azt hiszem, hogy mi nagyon sok segítséget megkapunk hozzá, de hogy ez engem nagyon foglalkoztat. Rögtön meghaladom a kereteket, nem 90 napról van szó, meg 100-ról, ami az egyéni elvonulás. Ti pontosan kövessétek azt a rendet, amit a hagyományvonal meghatároz. Ha 10 naponta, akkor úgy, ha 2 hetente, 3 hetente, teljesen mindegy. Az biztos, hogy a buddhák, pátriárkák, maharisik, dévák és dévik, guruk, stb. Ők a realizációs praxis közben kialakítottak valamit, ami az adott hagyományvonalnak már integráns része és követhető. Tehát a 90 napos intenzív jógapraxis nem biztos, hogy jó. Ezt eldöntötték azok, akik évszázadokon keresztül ezt szépen átadták. És biztos vagyok benne, hogy itt létezik már egy olyan kialakult rend, hogy az intenzív jogapraxist azt csendben, vagy suttogva, vagy beszélgetve kell csinálni. Hány naponta van pihenő? Mikor találkozzunk az ásramban, és mennyi ideig legyünk együtt? Én ebben nem nyúlnék bele, és tudom, hogy nem ezért kérdezted. Viszont kísérletezni mindig lehet, csak azt tud, hogy akkor ez egy kísérlet. 90 nap az úgy alakult ki, 3 holt hónapról beszélünk, hogy a Buddha, illetve Sákjamuni idejében ott volt a gyönyörűséges esős évszak. Mai napig ott van, Himalája lábánál és a többi, és akkor nem utaznak, nem mennek el máshova gyakorolni, behúzódnak a kis kutírba, és akkor ott vannak. 3 hónapot. Faluból elhozzák az adományt, az alamizsnát a szanga határáig, és akkor onnan készhez veszik a szerzetesek, nem mennek be a falvakba koldulni. És Kínában a Krisztus után 8. században volt egy Pai Chang nevezetű zenmester, aki látta, hogy a 4 évszakos kultúrában, mint Kína, a 3 hónap téli fagyos bezárkózás az ugyanúgy elvonulással kell, hogy teljen, mint az egyébként Kína nagy részén érvényesülő nyári monszun. És Koreában ez ment át. Tehát a 10. holt hónap 15. napjától télen, rákövetkező hold év első hónap 15. napjáig, és 3 hónappal később nyáron ugyanez. És ez az, amit ugye a Mahayana irányzaton belül a zen ránk hagyományoz. Úgyhogy ezt lehet tanulmányozni, és lehet gyakorolni, és utána pedig legjobb bölcsességeteket kihasználva hozni egy döntést, hogy milyen visszavonulások kellenek. Tehát ez lehet 3 napos, 1 hetes, 10 napos, nekünk vannak rövidebbek is. Hogy pontosan mennyit kell pihennie annak a térdnek, mielőtt újra egy kicsit ugye ászanában megnyújtjuk. Úgyhogy ezt mindenkinek a saját hagyománya, bölcsessége és belátása által be kell szabályozni, és biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat már élő és működik. Ha kijössz majd, elsőjén gondolom tervezett, hogy jössz, kijössz a kolostorba, akkor biztos látni fogod, hogy hozzájuk képes néha mi luxus életet folytatunk az ásramban, ugyanis önáluk nincs ételmaradék. Nem lehet ételmaradék, hanem úgynevezett formális étkezés van, ez csak egy példa, én nem tudok sokat róla, vagy esetleg napi 8 óra meditáció, ami 20 perc után valószínűleg egy kicsit sok lesz, de meg lehet azt csinálni, hogy egy Sivananda jogázó igenis bármikor menjen el egy 3 hónapos gyakorlásra, és gyűjtsön ott megéléseket, csak ahogy az egyik fiú is visszajött, azt mondja, hogy ő elment a haladóra, és érezte, hogy ez azért nekem kemény. Nem beszélhetek annyit, ezt a 8 órát le kell nyomni, tehát én azt hiszem, hogy a mester fog rajtatok annyit segíteni, ha egyszer el fogtok beszélgetni vele, hogy hogyan készüljétek föl egy 90 napos elvonulásra, hogy az ne frusztráció legyen,
ne olyan legyen, mintha én most szeretném a 2,20 métert megugrani, hanem mire odaérsz, azt mondod, ez kellett nekem. És így tud akár egy megtapasztalássá is válni, hiszen nálunk is lehetne menni, hogy holnap mondjuk szeretnél szvámi lenni, szerzetes lenni, kimehetsz a Himalájában is, vagy akár itt is évek óta üresen ott áll a szoba, mert megírtuk, hogy milyen feltételeket kell annak hozni, aki szeretne bent lakni. És nem akarjuk elérni azt a szintet, az alatt meg nem érdemes. Ígérem, hogy egy nagy frusztráció helyett sok kicsi lesz. Egyéb kérdés? Nálatok lehet bent lakni. Az mit jelent? Itt egészen bátran jöhetsz lakni, van egy ilyen feltételrendszer, ami már... És minek kell megfelelni? Parancsolsz? Ez lenne a kérdés. Hát a Sivananda rendszert először is ismerni kell, a másik naponta legalább 7 órát szolgálni, minden reggel hajnalba fölkelni, szatszangot megtartani, ehhez az kell, hogy Sivananda jogaoktató legyen az illető, van neki, néha kimehet egy krémest tenni nyugodtan a cukrászdába, azt nem tiltjuk meg. Akkor jövök. Tehát gyakorlatilag egy intenzív szádanát hajt végre az illető, aminek pontosan le vannak írva a részei, amit én szívesen elküldök, mert nem titok. Tehát ez egy nyitott lehetőség, ez az egész új épületet, amit itt látsz, részint azért építettük, hogy a régi épületben szobákat alakítsunk ki, amiből már néhány ki van alakítva, és ott meg lehet ezt kezdeni. Erre van egy nemzetközi minta, Sivananda joga rendszer is, az egész földgolyót átfogó rendszer, és ennek megvannak a maga hagyományai, hogy ezt hogyan kell végezni. Úgy is találkozunk elsőjén, úgyhogy megosztom veled a hiányzó részleteket, vagy e-mailbe elküldöm, jó? Szó volt az imént arról, hogy az arhaikus időkben nem mindenki gyakorolta a jógát, és nem mindenkihez juthattak el bizonyos tanítások, és hogy ezekben a modern időkben ez teljes mértékben megváltozott, már az interneten elérhető tulajdonképpen nagyon sok minden. Hogy ezt hogy értékeljük? Hát szerintem frusztrációként. Először is Swami Vishnudevanandát Sivananda azért küldte el 1957-ben a nyugatra, mert úgy fogalmazta meg, hogy jelen pillanatban nagyon sok emelkedett lélek él a nyugati civilizációban, akinek spirituális vezetésre van szüksége. Ezek olyan lények, akik megfelelő indiai tradíciókban vagy más tradícióban nagyon magas szintre jutottak, és kell számukra egy vezető. De visszamegyünk oda, hogy vajon mennyi frusztrációt okozunk azzal, hogy ahogy napokban is a sajtóban hallottuk, nem akarunk nagyon kitérni rá, hogy budai drága szalonokba a csinos hölgyek járnak jógázni, hatalmas nagy pénzekért, valószínűleg majd a jó öregnek el kell menni egy szalomba, hogy mennyi az a 2000 forint, nálas 10%-ot kell leadni, akárkiről is beszélek a fizetésből. Befejezve a történetet, ki mondja meg neked itt Magyarországon, hogy te méltó vagy, vagy nem, a saját próbálkozásodon kívül, és mivel nincs az a szisztematikus rendszer, amiben meg tudod próbálni magadat, mész a hónod alatt egész életedbe a jóga szivaccsal, és mikor valaki szól neked, hogy majd egyszer kezdj el légy szíves jógázni, akkor megdöbbensz. Nagyon egyszerű, a tudásnak van 7 szintje. Egyszer bejött egy televíziós újságíró, és mondta, hogy ő már csak azért jött az jogaoktatói oklevélért, mert őt már a tévébe is Szent Margitként hívják. Talajt fogtunk, és a többi jogázó nézte, hogy megjött az új vezető. És eljutottunk a tudás 7 szintjéhez. Aznap este hazament. Ugyanis kiderült, hogy az első szintet képtelen teljesíteni, és még mi van ott
ilyenek vannak, hogy helyes megkülönböztető képesség, tökéletes kötődésmentesség. Hol van itt egy kötődésmentes ember? Nem merem fölemelni a kezemet, mert magam is tudom, hogy nem vagyok kötődésmentes. Tehát, ha úgy hisszük, hogy ez a létre egy olyan, hogy a civilizáció már rég felnőtt hozzá, egyetlen egy fogalom, ászanának nevezzük azt a testhelyzetet, amelyet egy jamáig, azaz 3 óráig ki tudunk tartani mozdulatlanul és fesztelenül, de nem mereven. És még akkor nem beszéltem a fölötte lévő 7 gyakorlatról. Tehát ez olyan, mint amikor valaki kijár minden nap a budaörsi repülőtérre, befizet egy csomó pénzt, van pilóta kézikönyve, pilóta jackie-je, ejtőernyője, minden, de szól az oktatónak, hogy ő csak hagy guruljon a földön, mert retteg a repüléstől, hogy felszálljon. De mindenkinek mondja minden héten, hogy megyek megint a budaörsi repülőtérre, mert én pilóta vagyok. Tehát valahogy így van ez a mi civilizációnk, és én azt hiszem, hogy talán az iskolák azért vannak, hogy az emberek próbáljanak egy-egy nagy mester tanítvány láncon, ami lehet akár egy zen közösség, bármilyen buddhista közösség, bármilyen keresztény közösség, vagy zsidó közösség, ébredjen rá az illető saját maga, hogy mekkora a pillanatnyi távolsága a követendő ideáloktól, és ebben az életben mennyire tudja ezt az ideált meghozni, és ehhez ott van a jógában az a mondat, hogy mit nevezünk jóga gyakorlásnak, vagy abhyászának hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással végzett gyakorlás. Tehát ez a civilizáció, amiben most vagyunk, az előbb mondtuk, hogy a koncentrált elme a cél. Az egész világ totálisan ellentétesen megy. 1996-ban egy gyerek 25 percig tudott figyelni az órán, a nemzetközi felmérések szerint. Ez már nagy visszaesés, mert azért csinálták a 45 perces órákat, mert régen 45 percig tudott. 1996 és 2016 között 20 év alatt ez a 25 perc lement 1 perc 25 másodpercre. A Védában már ezt mintegy több ezer éve megmondták, hogy a Kali-jugában tulajdonképpen nem sok jóra számíthatunk, és ez alapján, a világkorszakoktan alapján ez csak rosszabb lesz. Hát ezért csak egy tibeti buddhista közmondással tudok válaszolni. Súlyos hibája az embernek, ha másokat akar megjavítani önmaga helyett. Te és én azért vagyunk itt, mert a mi fejlődésünkhöz az kell, ami itt van. Az univerzumban minden pillanatban igazság van, nincs egyetlen egy pillanatban se igaztalanság, csak nem mindig örülünk neki, ami az előttünk lévő következő önfejlődési feladat. Egy olyan gondolat motoszkál a fejemben, hogy valamilyen módon, ugye azt talán elfogadhatjuk, hogy világ valahonnan valahová tart. Valami célja van, a benne élő élőlényeknek valamilyen feladatuk van, egy úton haladnak valahonnan valahová. Ezek között, az élő lények között vannak a fejlődés alacsonyabb szintjén állók is, mint például az állatvilág különböző intelligencia szintű képviselői. Hogy az a bizonyos lélek, amiről a beszélgetés vagy az előadás elején szó volt több megfogalmazásban, az hol helyezhető el az állatokat tekintve? Nemrég, tegnap este, egy olyan házban tartózkodtam a körmendi dharma beszéd után, ahol volt egy kb. 2 és 3 hónap közötti macska. Annak nem volt ilyen problémája. Ugye a világ merre halad, hogy az idősík az ugye ciklikus vagy lineáris. Megvolt a kis műegér, azzal el volt, aztán váltott az emberi bokára, és utána fölmászott a függönyön, és ráugrott a vacsoraasztalra. Ennyi történt. A macskát ez érdekelte. Tehát ahogy hallhattuk korábban a téridő relativitását Omkarától,
most is vegyük azt figyelembe, hogy mi azért látjuk így a világot, és azért teszünk föl ilyen kérdéseket, mert ebben a testben ezzel a lélekkel vagyunk. Tehát a szoftver és a hardver az így találkozik, és ezen rendszer eredményeképpen három tér és egy idődimenziót tapasztalunk. Kész. Ha nem ez a test lenne, vagy nem ez a lélek lenne, más lenne a tapasztalás. De ez van. Mit tudunk tenni? Emelhetjük a lélektudatosságot, emelhetjük a testtudatosságot. És minél tisztában tapasztalunk, annál jobban látjuk ennek az egésznek a relativitását. Úgy, ahogy van. A tudatát, a teremtettségét. A világ eredetileg nem megy sehova. Mi megyünk. Születéstől a halálig. A mi lineáris időélményünk az, amit kivetítünk a világra, hogy most fejlődünk, vagy nem fejlődünk, hogy most körbeforgunk, vagy megállunk, ugye? De hogyha az elme nem hozza létre ezeket a folyamatokat, akkor az nincs. A macska biztos, hogy ilyen problémával nem foglalkozik, azzal, hogy most nedves vagy száraz macska kaját tesznek elé, az érdekli. És hogy világos zöld, szürke, vagy magenta színű műegérrel játszogat éppen. Tehát minden tudatfüggő. És csak annyit itt a lélek margójára, hogy amikor ugye az anátman tanát a Buddha paradigmaváltásként bedobta az akkori kulturális folyamatokba, akkor egy nagyon fontos dolgot tett. Az attribútumokkal túlzsúfolt bráhmant egyszerűen mentesítette minden attribútumtól, tehát az átma bráhman nem születik. Tehát ami nem név és nem forma, nem mozdul, az nem nyilvánul meg. Tehát amit itt névben és formában tapasztalunk, az nem az. Ez az egyik. A másik, amikor a saját kicsin lelkemről van szó, nincs benne semmiféle fix tartalom vagy abszolút dolog, mint karma. A karmád egyetlen egy morzsája sem abszolút értékű, mert mulandó, feltételhez kötött és tökéletlen, azaz befejezetlen. Tehát az anátmantana azt jelenti, hogy képes vagy megszabadulni a saját fixa ideáitól, a saját helytelen nézeteitől, akár kozmikus, akár egyéni nézetekről van szó. És az, hogy a mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös függés törvény az mennyire sért téged, az pontosan azzal egyenesen arányos, hogy mennyire azonosulsz hamisan a jelenségekkel. Minél jobban azonosulsz velük, annál jobban sért. Az a fontos, hogy ezeket a törvényeket, amik a dharma törvénye és nem valaki kitalálta, hanem megfigyeltük és valahol rendszereztük és elmondjuk, saját tapasztalatod által vidd át az íratlanba. És akkor az iratlan törvényt tapasztalod, ami sokkal-sokkal jobb. Annak a kivetülése jó esetben az írott, rossz esetben az írott törvény eltávolodik az iratlantól, és így akkor azt érezzük, hogy az általunk alapított világ nézet és a világ működése ketté vált. Ez egy nagyon súlyos szakadék, amiben bele tudunk esni. Úgyhogy nézd meg azt, hogy egyetlen egy gondolatod, érzelmed, cselekedeted, mondatod sem állandó. És örülj neki, hogy nem az. Akkor tudsz megszabadulni tőle. Ergo, hogyha fenn akarsz tartani valamit, abba energiát kell tenni, és információt kell tenni, magyarul tudatosságot kell beletenni, mert ez a világ azáltal létezik, hogy energiát és tudatosságot kap. Ezt az előbb hallottuk a teremtés gyönyörű védikus modelljével. És hogyha már a prákriti nem nyilvánul meg, akkor az a purusa maradjon nyugton. Jó? Attól nem indul újra a ciklus. Nem megyünk sehova. Csak ez a pillanat legyen tiszta, és akkor minden rendben van. Okay. Kérdezted az állataidnak a lelkét. Gyakorlatilag, ahogy mondtuk, a macskát ugyanaz a tiszta tudat hatja át. Azt képzeljük el, hogy itt van az ásványnak a tudata. Mit látsz ebből a fényből? Semmi. Utána itt van ugyanaz az intelligencia, ugyanaz a tiszta intelligencia hatja át a növényvilágot. Utána jön az embervilág, ahol már látod, hogy még jobban áthatja a fátyolokat a tiszta tudat fénye. És ez az utolsó, a macskánál még látod azt, hogy majdnem olyan, mintha gondolkozna. De rendelkezik olyan kapacitásokkal,
ami már majdnem emberi. Egy kutyánál is meg tudjuk ezt tapasztalni. És amikor csendet csinálsz az elmédben, akkor ott van a tiszta fény. Egy gondolatot akartam még ehhez hozzátenni, ezért vannak itt a buddhisták, ezért van minden spirituális mozgalom a Földön, mert az ember nem tudja, hogy miért van itt. Nem tudja, hogy az elmét nem arra találták ki, hogy ő egyre komplexebben és komplexebben ki akarja rakni az univerzumnak a mozaikját, mert idáig az ismert emberi történelem során senki nem rakta ki. Hanem meg kell érteni, hogy az elmének egyetlen egy feladata van, az, hogy neked tapasztalásaid legyenek, a tapasztalásaidból vonjál le következtetéseket, és ha látod azt, hogy nem szeretnél szenvedni, akkor használd fel az elmét arra, hogy kiszabaduljál a börtönéből. Aki nem szeret meghalni, aki nem szeret szenvedni, annak ez az út járható. Aki viszont szereti a bőséget, az érzéki élvezeteket, szeret állandóan minden érzékét gyönyörködtetni, az még nem szenved eléggé. De eljön az az utolsó pillanat, amikor valaki elkezd haldoklani, és rögtön kigyúlik egy lámpa a fejében, leéltem 60, 70, 80, 90 évet, és nem arra mentem, amire ezt az egész életet kaptam. Ettől szabadít meg Buddha, ettől szabadít meg Sivananda, hogy rávilágít arra, hogy miért kaptad ezt az elmét, és mire használhatod. Ezért válasz az, amit az indiai mester mondott, mikor megkérdezték a nyugati civilizációról, azt mondta, beautiful man in beautiful car going to the wrong way. Szép ember, szép autóban, rossz irányba megy. És közben láthatod, hogy ez a rossz irány azt jelenti, hogy a fensíkon megy az út, és a déli bábban folytatódik. És már rég zuhan lefelé a jármű, miközben mi még azt hiszük, hogy az úton jár. Akkor most kb-t tartunk. Mondott, hogy ugye nem látjuk, hogy zuhanunk, tehát mi még azt hiszük, hogy nem. De hát akkor hogyan lehetne jobb útra térni? Mindig azt mondják, hogy a gyerekek, amikor megszületnek, akkor még x éves koráig közel vannak ehhez a világhoz, ami felé mi felnőtt korunkba szeretnénk visszatalálni. Ki mondta azt, hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek kapuján? Miért mondta? Pont ezért. De minden gyermek felnő, és én elképesztően problémadús, bonyolult felnőtt lesz és belőle. És hol lehetne megfogni azt a pontot, ahol még tudnánk... Nem tudod megfogni, vissza tudsz térni hozzá. Ez az egyetlen egy út, hogy abból a felnőttségből, ami annyi problémát jelent, egy gyermeki tisztaságú, de nem infantilis tudatot varázsolsz. Mert a felelősséget a szabadsággal együtt kapjuk. És ez az, amit nem veszünk észre. Tehát gyermekké nem lehet visszaminősíteni magunkat, de gyermeki tisztaságú és egyszerűségű tudatot el tudjuk érni. Hogyha úgy érzed, hogy zuhansz, és nincs alattad föld, akkor köszönd meg, hogy nem fogsz csattanni semmit. Növesszél szárnyakat. Ez fontos. A zuhanás közben az egy hatalmas motiváló erő, hogy szárnyakat növesz. Ez a gyakorlat. A tudat autonómiája, önállósodása, letisztulás, ezt nevezhetjük akárhogy, de a hasonlat keretein belül ez ez. Együttérzés mantrával folytatjuk. Nézzük meg ezt a gyönyörűséges papírt, amit kaptunk. Ez egy olyan szanszkrit mondat, amely a Nilakanta Dharaninak az utolsó három sora. Az eredeti szanszkrit úgy hangzik, hogy Namo Ratna Trayaya, Namak Arjavalókítésvárája, Bodhisattvája, Mahasattvája. Ez azt jelenti, hogy menedéket véve a három legértékesebben, Avalókítésvara, az együttérzés tudatává válunk. És a mantrákban az az érdekes, hogy mivel teljes átéléssel énekled, előbb-utóbb, ezért a szellemi totemoszlopodnak a tetejére kerül, és hogyha tényleg jól csinálod, akkor minden ezt fogja szolgálni,
és minden energia ebbe fog menni, és a tudat az egy olyan valami, ami egy felső parancsot tud követni, főleg, hogyha te ezt elhiszed. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a parancsot te add ki, vagy egy olyan tanítótól kapd, akiben hiszel, hogy ne más adja ki ezt helyetted. Jó? Ez egy picit gyorsabb, eléneklem először, aztán közösen. Namo rada nadaraya ya namakarya barogi jesevaraya sabaha. Namo rada nadaraya ya namakarya barogi jesevaraya sabaha. Namo rada nadaraya ya namakarya barogi jesevaraya sabaha. Namo rada nadaraya ya namakarya baragi 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 jesevaraya sabaha. Hogy hallhattad ma este, amikor a tudat egyetlen egy tárgyal van elfoglalva, arra koncentrál, és nem úgy, ahogy a cellofán ráfeszül a bontott csirkére, hanem egy mozdulatlan, világos, ragaszkodásmentes, de mozdulatlan fókusszal, úgy előbb-utóbb minden egyéb zaj kikerül az elméből, és ezt tölti el. És a teljesség az ezáltal tapasztalható, és amikor a tudat tárgyát elveszed, megmarad. Ha széttörött, ha felaprózottál, ha újra a képzetek tízezer féleségében elmerültél, akkor hozd vissza magad az egy tudathoz, az egy ponthoz. Ha kell, egy tudattárgy segítségével, egy mantra segítségével, vagy egy kérdés segítségével. Minden irányzat tartalmazza a samatha vipassana minőségét. A samatha a tudat megállítása, az elme mozdulatlanságának az elérése, vagy hallhattad, a mozgó, változó elme meghaladása. És a vipassana pedig ugye a belátás. Tehát képzelj el egy olyan tükörfelületet, amely állandóan mozog, hullámzik, mint egy széltől hajtott tófelület, mint állandóan a szél hullámokat generál, és akkor nem látsz tisztán, összetörik a kép. És hogyha a szél megszűnik, ez a karmának a szele egyébként, ez egy koreai fogalom, hogy néha teljesen spontán olyan hülyeségeket csinálunk, és nem tudjuk, hogy miért, pedig mit csináljuk. Egyszerűen a karmának a szele elfújja a belátást, a meggondoltságot, az összeszedettséget. És hogyha ez a karmikus szél ez megszűnik, akkor a tó felület előbb-utóbb kisimul, és akkor látsz. Ez a vidya, a látás, és a vipassana pedig pont a belátás, a belelátás, amikor az ég tényleg kék, és a tó tükre fölött elrepülő madár pontosan úgy mutatkozik, ahogy az van. És a zenben ezért van egy ilyen fogalom, ami az ilyenség, szanszkritul tathatá vagy búta tathatá. Az ilyenség fogalma az dualizmustól mentes, de az összes minőséget tartalmazza. Mi most épp így vagyunk együtt, ebben a pillanatban. És hogyha ez az egység szétbomlik, akkor rengeteg egyéni vélemény kialakulhat, de hogyha a sajátodat meg tudod haladni, akkor visszatérsz ebbe a térbe, ebbe a pillanatba, az együttlét ilyenségébe. És ez a világ eredetileg nem jó vagy rossz, kegyes vagy kegyetlen, hanem mi tesszük azzá. Egyébként pedig éppen ilyen, hogy az éjszaka sötét és a nappal világos. Amikor beszéltek, akkor olyan szép képletesen beszéltek, tanítottak, magyaráztok, hogy úgy érzem, hogy minden rendben van.
De amikor ebbe a duális világba kilépek, akkor nem tudom, hogy mit kell tennem, mert nem tudom kizárni magam ebben a környezetben zajló eseményektől, nem tudok nem gondolni rájuk, és nem tudom, hogy nekem kell-e állást foglalnom, és egyáltalán mit tegyek. Meditáljak, és akkor sokat teszek magamért és a világért. Igen, meditálj. Az a fontos, hogy az a gyakorlat, ami itt folyik, vagy egy templomban folyik, az eredményez egy bizonyos tudatállapotot. Ezt a formától függetlenül, a meditációtól, az ászanától, a koantól, a védikus bölcsességtől függetlenül, mint tiszta tudatot ki kell tudni vinni a világba. Ez a tiéd. A duális világ az egy általunk teremtett illúzió réteg gyűjtemény, ahogy láttad a gyönyörű szemléltetésben, hogy mennyi pokróc réteg van a tiszta fény előtt. Az a fontos, hogy ezt ne teremtettségében tapasztaljuk, hanem teremtőként tapasztaljuk, és akkor tényleg az történik, amit szeretnél, legalábbis a te karmád szintjén, amit te kibocsátasz magadból, érzelemmel, gondolattal, beszéddel és cselekedettel. A világ teremtettségén ne lepődjünk meg, és ne panaszkodjunk, és ne siránkozzunk, és ez nem a kérdést minősíti, vagy téged, ezt szoktuk hallani odakint, hogy ez a világ milyen. Milyennek teremtjük most? Ez a fontos. És azért kell a gyakorlat, hogy a tudat alapja tiszta legyen, hogy ez a pillanat tiszta legyen, hogy a teremtésnek a forrása tiszta legyen, és ezáltal el tudjuk viselni mások teremtését is. Ne reagálj arra, amivel nincs dolgod. Ne foglalkozz azzal, ami nem az utad. Ne avatkozzunk bele mások sorsába, ha nem tudunk rajta segíteni, ha pedig tudnánk, akkor meg végképp ne avatkozzunk bele, hanem tegyük a másikat önállóvá. Azzal segítettük. Jó? Ki az első tanítónk? Ki a legnagyobb tanító ebben a teremben? A külvilág. Lati, a külvilág az első tanítód, a teremtő külvilág formájába jelenik meg neked, és mivel külvilág formába jelenik meg, ha nem tetszik ez a világ, az öngyilkosságot nem javaslom, ugyanis ugyanott folytatod, ahol abba hagytad, csak egy másik testben. Egyetlen egy dolog marad, hogy annyit dolgozgassál oda benn, hogy egy másik világot lássál. És ez az anyagvilág egy olyan furcsa szerkezet, én szerencsére ezeket már néha kezdem tapasztalni, hogy amit elengedsz, ahogy engeded el a dolgokat, szépen minden vágy eljön hozzád, azért, hogy megmutassa, ahogy elindulsz az úton, és már következetesen mész, az anyagvilág nem ellenségeddé válik, hanem szolgálóddá, mert ezek a markerek odakint mind azt jelzik, hogy jó úton mész. Úgyhogy egy haladó jógi az onnan veszi észre, hogy jó úton jár, hogy az univerzum elkezd az ő kedvében járni. Tehát nincs más lehetőségünk, ezeket a tanítókat, akik az én külvilágom, ezek az igazi figyelmeztető jeleim nekem a világba, hogy éppen hol tartok. És azért, mert Szunim mester most éppen ebben a státuszban van, nem tudhatod, hogy hány életen keresztül bukott el és esett el, hányszor kellett neki újra és újra fölállni, csak azt látjuk, hogy milyen szépeket, meg milyen okosakat mond. Tehát Swami Sivananda se azért világosodott meg ebben az életben, mert ő fogta magát, és egy élet elég volt neki. Egyszerűen a legmagasabb szamádi előtt megbukott az előző életében, és újra kellett neki megint jönni, testet kellett ölteni azért, hogy föltehesse a pontra az ít. Képzeld el, mennyire unalmas lenne ez az élet nevű játék, ha mindenkinek egy pár ezer dollárért odaadnák az életé végső értelmét. Nem is lenne kedvünk élni. Tudod, hol van az út? Ahol az orrunkat szántjuk. Ott. És ez nagyon fontos az Zenben is, személyes történetünkben is, hogy hétszer elesel, nyolcszor kelj fel. Mert így lehet járni az úton, és valójában tényleg nincs vége, csak egy idő után egy utazó magasságon vagy, ahol már nincs annyi turbulencia.
Egyszer beszéltél arról egy videóban, hogy 18 éves kora körül az emberek, ha már felnővésről, felnövekvésről beszélünk, kapják meg azt a lehetőséget, hogy már a karmától megszabadulva, egyfajta, nem megszabadulva, de hogy egy kicsit... Az önálló döntés már nagyobb, mint az előző életbeli karmikus rétegek, csak igen, azért, hogy helyesen köszönöm. Hangozzék el. Egyébként és itt a nagykorúság számítása az nem téved túl sokat, igen. De hát azért a 18-28 közötti 10 igen. év az az, amikor tényleg már nagyon-nagyon szárba szökkenünk, igen. és amikor az első Szaturnusz ciklusnak ugye a vége fele közeledik, akkor aztán ilyen nagyon fontos döntéseket hozunk, amiről tényleg az a miénk, az én vagyok. Na, most folytasd. Hát igazából pont ez lett volna a kérdésem, hogy utána meg erről beszéltél, hogy 30 éves kora körül az emberek pedig nagyobb lehetőséget kapnak, hogy egy kicsit ráálljanak egy másfajta útra, és pont erről a két váltásról kérdeznélek, mert azt tapasztaltam, hogy 19 évesen ismertem meg első mesteremet, vele 12 évig voltam, és most pont 30-31 körül volt egy hatalmas váltás az életemben, és hogy azért ragadott meg, amit mondtál, mert hogy azt éreztem, hogy valahol belül valami helyre rakott, vagy átrakott, vagy nem tudom, és hogy ezért ragadott meg. Nézd, ezek olyan tanítások, amelyek számomra ugye relatív ciklusokat jelölnek, magyarul uh-huh. szilárd határuk, nincs, jelölünk valamit, uh-huh. de az, hogy az egyéni karma hol ficánkol egyet, hogy 30, 31, 32, szerencsére ezt nem lehet megjósolni, mert mindegyikünk a saját hátizsákjából dolgozik. Tehát amit mondok, mondjuk a 85 év 5 felé osztásával, az egy statisztikai valószínűség, sőt, figyeljünk ezekre a ciklusokra, hogy mit csinálunk. Tehát 17-18 évesen tényleg illik belül nagykorúnak lenni, és rájön, hogy apuka meg anyuka nem fog mindent alátenni, tessék önállóan gondolkodni, még akkor is, hogyha évekig tart, amíg az egzisztenciát kialakul. 34 évesen elérjük a kreativitásnak azt a fajta teljes szerszámos ládáját, amivel már tényleg illik dolgozni, amivel már illik teremteni családot, munkát, utat, tanítást, bármit. 51, amikor úgy ha már túl vagy ugye az életközépválságon, addigra mindenki túl van rajta, ugye? Illő levonni már némi tanulságot. És akkor elkezdem érlelni a bort. Tényleg. A léleknek azt a fajta eszenciáját, amit ha addig nem, hát akkor most már tényleg, most már muszáj valahogy normálisnak lenni és valami belátásra jutni. És hogyha 68 éves korig nem kezdted el a továbbadást, akkor már ideje. Ideje. Mert utána ezüstkor, és 68 és 85 között tényleg utána már nagy paradigmaváltás nem lesz, mert benne vagy egy jó paradigmában, és az bőven elég. És ami 85 fölött van, az is lehet és szép, de az már jutalomjáték. Ott már a dédunokák vannak, vagy unokák vannak, akár vérszerinti, akár pedig tanítványi generációkban. Azért jó ezeket a szakaszokat látni, és ezt a fajta virtuális felosztást valahol belül tudatosítani, hogy ne 78-80 évesen akarjunk egy újabb paradigmát váltani, és akkor mindent letarolok azért, mert az előző nem tetszik. Meg kell látni az életben, hol tartok. Hova tettem az energiámat, az erőfeszítésemet, a hitemet, a kapcsolataimat, és épüljön föl az élet egy olyasféle megélésé, megtapasztalássá, amelyből kirajzolódik az inkarnáció célja, hogy valójában miért jöttél ide le, és miért vetted föl ezt a testet. Nem azért, hogy a tetszés és nem tetszés tudatát így cikcakkozva, az út két széléhez csapódva a semmiért kövessük. És visszanézel az utóbbi 10 évedre, mi volt a saját döntésed? Mi az, ami az utonjárás volt, és mi az, ami a kényszermozgás? Az intelligens tápcsatornának ez a féreg nyúlványa, ahogy szépen ott mendegélünk az úton ezt a nedves, nyákos valamit magunk után húzva, a puszta táplálkozás és érzékelés gyönyörűségében. Ez az érzékszervhez kötött élet. Kész. Az abszolút meghatározottságban töltött élet. Miért? Csak azért, hogy a következő életben megismételd? Semmi értelme nincs. Tehát részemről Sung San Sunyim egy gyönyörű tanító mondatával szeretném zárni a mai dharma alkalmat.
ha ránézel az életre, eredetileg nincs oka, jelentése és célja. De ha megtapasztalod igazi önvalódat, akkor megjelenik a nagy ok, a nagy jelentés és a nagy cél. Ehhez kívánok mindenkinek jó gyakorlást, jó utat, és azt a fajta belső realizációt, amely nélkül ez nem megy. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy ez olyan szép zárszó volt, hogy ezzel csak csendben lehet reagálni, úgyis reagálok. Búcsúzóul háromszor énekeljük el a Mahamrityunjaya mantrát, és ha valaki esetleg nem tudná, hogy a Sivananda rendszerben mit kellene csinálnia, az mondja velünk el együtt a fohászt, mert abban minden benne van. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukami Vandhanam Mrityor Mukshiyamanam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityor Mukshiyamanam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanam Mrityor Mukshiyamanam Ritat Om Shanti 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 Om Bheke 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 Ó irgalom és szeretet, mindenek fölött álló Ura, alázattal köszöntünk téged, te mindenütt jelenlévő, mindenható és mindentudó, te Szacsidánanda, te határtalan létezés, tudás és üdvösség, te benne élsz minden teremtett lényben. Add, hogy szívünk megértő, látásunk tiszta legyen. Adj nékünk nyugodt elmét, hitet, odaadást és bölcsességet. Adj nékünk belső szellemi erőt, hogy ellenálljunk a kísértésnek, és uraljuk el minket. Szabadíts meg minket az önzéstől, a testi vágyaktól, a haragtól, kapzsiságtól, gyűlölettől és a féltékenységtől. Töltsd el szívünket isteni erényekkel. Add, hogy téged lássunk minden névben és formában. Add, hogy téged szolgáljunk minden névben és formában. Add, hogy örökké emlékezzünk rád. Add, hogy örökké zenghessük dicsőséged. Add, hogy ajkaink örökké hordozzák nevedet. Add, hogy benned éljünk mindörökkön örökké. Köszönöm szépen Csongán Szunimnak ezt a szép estét. A szemminnyájunk számára voltak ragyogó példák, ragyogó hasonlatok. Egyben egészen biztosan vagyok, hogy amiatt Csongán Szunimnak nem kell újjászületnie, hogy a kommunikációt megtanulja. Gratulálok neki a szép dharma beszédért. Akinek még hiányzik egy pici, elsején várjuk kint december 1-én este 6 órakor, az eredeti fény Zen templomban, Búbánatvölgyben, föl van a honlapunkon is, fönn van a eredeti fény Zen templomnak az oldalán is az elérhetőség, a program. Nektek, akik esetleg nem tudtok eljönni, de azoknak is, akik el tudnak jönni, nagyon szép hétvégét kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek, és jó utat kívánok hazafelé. Om Bolo Sadguru Sivananda Maharaji ki, Jai. Om Bolo Swami Vishnu Devananda Maharaji ki, Jai. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Köszönöm a tiszteletre méltó Omkára meghívását, fényes szemű jelenléteteket, és remélem, hogy közös dharma alkalmunk újabb folytatása következik holnap után.